Mint egy két órás beszélgetésen látták vendégül Kocséron Endre Juditot. Az egykori tévés a Legyünk Kocsér Jó Gazdái nevű szervezet meghívására érkezett a településre. Endre Judit mesélt pályaválasztásáról, televíziós évtizedeiről, és arról is mi mindennel foglalkozik húsz éve, amióta felhagyott a tévézéssel. Könyvet írt és ír, sokat utazik, női egyletek munkáját segíti. Próbálja nőtársait arra buzdítani, hogy legyenek bátrak, építsék önmagukat, iktassanak be én időket a mindennapokba. Az 50 év feletti korosztálynak szóló korhatártalanul nevet viselő előadásaival saját életszemléletét állítja példaként. Mint vaja, merjünk új dolgokba vágni, és az idősödésnek ne kizárólag a nehézségeit lássuk. Kocséron is úgy fogalmazott, éljük jól az életünket, vállaljuk felelősséget döntéseinkért. Az Endre Judittal való beszélgetés a közösségek hetekeretében valósult meg. A Legyünk Kocsér gazdái nevű szervezet ajándéknak szánta anyák napja és a családok éve alkalmából.